Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Egy újabb Payday 2-es videóval. Igen, már régóta nem jelentkeztem vele. Itt az ideje, hogy kicsit visszarázódjunk. 1300 óra után kis szünetet tartottam, és most ismét itt vagyunk. Nézzük, miről is beszéljünk. Hát például, hogy miről is fog szólni ez a videó, most egy kicsit rövidebbre számíthattok, bocsika, de mindenek előtt szeretném végre kinyitni a széfeket, amiket kaptam tőletek, illetve nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik segítettek, támogattak, drilleket, széfeket és fegyverfestéseket küldtek nekem ez a játékhoz. Ne féljetek, fogok még ezzel játszani. Jönnek innentől a videók, próbálok live-okat is beiktatni, csak most egyelőre nem volt rá időm. Viszont akkor kezdjük is el, ugye ezt látjátok, ezt a nagy sárga feliratot, ne is foglalkozzatok vele, igazából ez az egyik oka, miért abba hagytam. Bár ha már úgyis erre terelődött a szó, akkor mielőtt még elkezdeném a nyitogatást, el is mesélem, hogy miért is pihentettem ezt a játékot. A következő a lényeg, tehát jött a 100. update, melyen lényegében az Overkill felrúgott mindent, amit eddig csinált. Ugye volt egy megfelelő skill tree-nk, ugye lehetett egyszerűen osztogatni a pontokat, tök jó volt minden. Behozták már bétán állattom, hogy ezt meg fogják csinálni, és sajnos meg is csinálták. Itt van, ezt mondom nektek. Teljesen átvariálták az egész skill tree-t, mindent, és jó, ez most egy szedetvetett összekapott valami, ami most jelenleg nálam van, mert ezzel próbálkoztam azért belerázódni a dolgokba, de nekem nem igazán jött be még egyelőre ez az egész. Majd próbálok minél többet gyakorolni ezzel is visszaszokni, mert nem tudom, ez a skill tree engem teljesen kiborított. Rengeteg időt töltöttem, hogy ugye az elején és az első ilyen skill tree összerakásomnál is utánolvassak a dolgoknak, mi mire jó, ahhoz igazítani a harcot, hogy hogyan csináljam, folyamatosan googoljak, rohangáljak, vagy éppen üljek be egy sarokba csipázni. Mindegyiket magamnak kellett kitalálnom, és most, hogy ezt az egészet felrúgták és megváltoztatták, jó, nagyon sok dolog ugyanaz maradt, de nekem teljesen más idegen lett a játék ezek miatt, mert ugye új dolgok is kerültek be. Nézzétek, például vissza tudtam kapni de gyorsan akartam mondani, na szóval shotgunnal újra tudok menni, ami nekem egy tök jó dolog, mert nagyon szeretem a shotgunokat, csak hogy újfajta harcmodor kell ehhez is. Arról nem beszélve, hogy lenerfeltek egy csomó, köszönöm a pontot, lenerfeltek egy csomó olyan dolgot, ami nekem fontos lett volna, mint például ugye a... Na, osszad már, osszad, na, kösz. Mint például nekem a Grinder ugye nagyon sokáig itt volt, könnyen vissza lehetett tölteni vele a HP-t, csak sajnos úgy tudom, hogy ezt leredukálták, és az a baj, hogy ez érezhető is a játék során, mert ugye ez viszonylag gyorsan visszatöltötte az életemet, tudtam deathwish-en rohangálni, minden tök jó volt, szerettem. Hát már sajnos nem ez a helyzet, ex-presidentet használtam, mert ugye a deathwish-hez az a legjobb, az volt az utolsó, amit mentem. És hát nem tudom, látjátok, az anarchista is itt van, de hát még ki sem maxoltam, még nem játszottam annyit, hogy lehessen, mert tényleg nem igazán jön be. Igen, az utolsó DLC, amit megvettem, az pont ami kis bikerünk volt. Nem a biker haste, hanem a biker karakterpak. A haste-et nem vettem meg, mert drágának tartottam 7 euróért, és tudtam, hogy egy ideig nem fogok vele játszani. Most viszont fogok hamarosan, de majd, hogyha le lesz értékelve ez a biker, majd csak akkor veszem meg, addig azokat a pályákat kihagyjuk, vagy nem én fogom indítani, és úgy veszem föl, mindegy. Na, most viszont térjünk vissza a lényekre, Steam Inventory. Rengeteg festést és drillt és széfet küldtetek nekem, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Először nyissuk szerintem ezt a bikereset, amit, várjatok, nézzük csak, azt mondja, Jiraiya Hun, elég furcsa neved van, remélem jól ejtettem ki, bocsi. Millió köszönet, hogy küldted, gyorsan ki is nyitjuk. Oh, wow. És ezt a 100. update óta ugye jönnek olyan szépek, amiket drill nélkül lehet nyitni. Ő az egyik. Nézzük is. És. Gyönyörű. Na, már is van egy Bernetti pisztolyom, ha jól látom. Well used, igen. Szuper. Szuper jó. Lehet, hogy a végén még visszatérek a Kimbóra. Na nézzük, ugyebár itt vannak drillekkel, fogok inkább nyitni. Azt mondja, hogy kaptam egy Wolf drillt, Ben XOXO.
Elég furán írod a neved, nem tudom, hogy kell kiejteni. Na, tiédet fogjuk most nyitni, és mehet. Mert. Mindjárt meglátjuk, hogy mit dob. És Lone Wolf, az már biztos, ez vagy az, az mindegy. Ja, ugyanaz volt a kettő. Oppa, azt hittem fehér festést kaptam, ez a Lightly Marker egy gyönyörű darab. Nagyon bejövős. Köszönöm. Igen, akkor nézzük. Ezt a kettőt szerintem hagyom a végére. Most egy kicsit régebbet nézzünk meg. Azt hiszem body, igen, body szép, oda is van felírva. Igen, igen. Charlie Dont. Surf. És bum. Igen, ez egy kicsit well used darab, de nem baj igazából. Amire nekem kell, arra tökéletes lesz, ugyanis szerintem még mindig vannak olyan napi küldik. Na, nyissunk. Köszönöm. Nyissunk akkor most egy ilyen szépséget, ami nem más, mint egy Dallas szép lesz. És hozzá drillt kaptam Green Gamer Hunt-tól, nagyon szépen köszönöm. És nyissuk, nézzük. Milyen szépséget kapok. Reptain. Na, nyisd! De ilyenkor miért vár, basszus? Ó, gyönyörű darab. Nem tudom, hány kígyónak kellett emiatt meghalnia, de remélem csak egy virtuálisnak. Oké, nagyon szépen köszönöm ezt is. Nyissuk ezt. Igen, ezt már magamnak kellett venni, de nem baj. Értetek bármit. Ó, még egy halott kígyó lesz. Kétfejű halott kígyó. Biztos valami mutáns. Broken in. Szép darab. Az a poén, hogy a moszkóni shotgunt, vagyis ezt tényleg nagyon szeretem, szóval. Nagyon jó, kösz. Na nézzük. Még egyszer body szép jön. Hát, ha dob valami szépet. És mikro Uzi következik. Chikara. Honnan ismerős ez a szó? Well used. Hát nem nagyon látszik rajta, szerencsére a festést azt úgy oldották meg, hogy inkább csak egy picit kopott. Gyönyörű darab. Váltámasszal együtt fogom használni. Jöhet a következő Dallas szép. És igen, egy Hunter-t kapok. Nem fog átcsúszni, úgyhogy hiába is nézzük. Well used. Olyan, mintha valaki nem vigyázott volna a nagypapa bútorára, de szerintem ez is szupi. Még a fémrészek is meg vannak karcolva. Acceptál? Igen, akkor jöhet a Jimmy safe. Ugye egy darab Jimmy safe-et kaptam, és ezt Ashi Overkill-től kaptam. Nagyon szépen köszönöm. Vettem hozzá gyorsan drillt, hogy ezt is meg tudjam mutatni, hogy mik vannak benne. Jó. Axióma. Na, dobjad. Gyönyörű, azt mondja, well used. Igazából ezen kevésbé látszik, mint az előbbi nagypapa bútoron. Azok a karcok még jól is mutatnak. Egy fegyver igen is, hogy legyen használva szerintem. És itt az utolsó, kaptam egy Sydney szépet Marceltől. Három darab elbetűvel a végén. És vettem hozzá gyorsan drillt is. Őt is tudjuk nyitni. Kutya eszik kutyát. Finom-e vagy sem, az mindegy. Jöhet. Mind condition. Gyönyörű darab. Ez a két skótkockás kimondottan klassz. Csak nem tudom, hogy melyik felföldi legény hordta ezt régen magán, ezt a mintát. Na. És ennyi lett volna, ugyebár a 100. update után olyan széfek jöttek, amihez drill nem szükséges,
mivel a pénzből kifogytam, és lényegében drillre költöttem mindazt a pénzt, amit a DLC-re költöttem volna, ezért az ilyen nyitogatós videók innentől offolva. Viszont, hogyha kapok olyan drillt, nem, bocsánat, ha kapok olyan széfet, ami nyitható drill nélkül, az természetesen vagy videóban, vagy videó elején fogom nyitni, esetleg végének is hatásszünet után. A lényeg az, hogy innentől is láthattok majd tőlem ilyen videókat, csak innentől megpróbálom olcsóbb kiadásban, mint látjátok, elég sok széfen maradt, de majd idővel talán valahogy ezek is kinyitódnak, ha megnyerem a lottót, vagy valami hasonló. Na mindegy, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy velem tartottatok, hamarosan jönnek PD 2-es videók, továbbra is figyeljetek, és meglátjuk, hogy mennyire tudok visszarázódni az új update, a századik update után. Egy biztos, azért ezt még megmutatom nektek, nem? De ezt is megmutatom, tele vagyunk, tele van emberekkel, mindenhol. Tehát nem tudom, hogy jön-e még karakter, de hogyha igen, akkor le a kalappal előttük, és nem vettem ugyan még meg őket. De igaz. Nézzük csak. Nem DLC. Nem DLC. Ó, de. Preview. Itt van az egyik szépség. A lényeg az, hogy már megérkeztek ezek a kis csúnyaságok, és kompletteri overkill pakhoz érkeztek ugyebár ezek a viszonylag új maszkok, de lehet, hogy ezt most nem mutatom meg nektek, mert mire kiböngészem minden, hogy melyik, merre, hány méter. Ja nem, itt van. Itt van, közben nézem, várjatok. Ugye nem nagyon voltam erre fölkészülve, de úgy döntöttem, hogy akkor miért nem mutatnám meg, azt hiszem ez nem. Ez kompletteri, igen. Meg akkor itt alulra még egy komplet elé ugye befér. Ez is az. Azt hiszem csak 4-et kaptunk megint. Nem. Hoppá. Oké, okay, akkor nézzük is. Nem, csak egyszer akartam rákattintani. Bocsi, csak el vagyok szokva a játéktól. Ez az egyik komplet el is új cucc. Kis alienke. Alien virágszál. Preview. Igen, igen, a Green Mask, ez alapból is, hát, hogy is hívták annak idején ezeket? Különleges, na mindegy. Most megkaptuk ilyen lángoló szemekkel, nekem nem annyira jön át, de biztos van, akinek ez volt minden vágya. Megkaptuk a macit égő szemekkel és égő orjukkal, nem tudom, hogy mit szívott, de biztos erős lehetett. Viszont tetszik, ahogy így el van vágva a szeme. Mégis be van hunyva, nézzük, csak ez is kompleteli. Nagyon hipnotikus. Kimondottan jól néz ki, kis foki mackocska, és világít, mint hogyha, nem tudom, lávát öntöttek volna bele. Illetve itt az utolsó kompletteli maszk is, ami nagyon vagány szerintem ezzel a végig zúgó csíkozással. Nagyon király. Ezeket kaptuk most. Igen, nagyon-nagyon sokan kérdeztétek, hogy kompletteli overkill pakot hol lehet találni. Gyerekek, sajnos már sehol. Sehol, ugyanis, hát hogy is mondjam csak, ez egy limitált kiadás volt még tavaly azt hiszem, és 500 darab létezett ebből a DLC-ből, 20 euró volt, de már akkor beígérték nekünk, hogy nem csak 4 alapmaszkot kapjuk meg ezeket itt fent, amiket már vagy 1000-szer láttatok rajtam, hanem majd később is kapunk is. Valóban így történt, 2 hullámmal érkezett nekünk az a bizonyos maszk áradat, illetve beígérték nekünk, hogy későbbiek folyamán majd lesz még olyan, hogy Safe House Customization item. Ugye ezt nagyon-nagyon régóta mondja az Overkill, hogy igen, ott dolgozunk rajta, rettenetesen majd egyszer lesz, de nem tudom, hogy hogy fogják kivitelezni azt, hogy ez jó is legyen számukra, hiszen valljuk be, én azóta nem jártam a Safe House-ban, mióta hát lényegében a legesleg elején, hogy meglegyen az az egy achievement, azért jártam ott, és csak akkor szoktam lemenni, hogyha véletlenül valami küldetés van hozzá, mint például annak idején, opa, te bezöngtek, ott a legyek. Na, szóval annak idején ugye a Halloween-i esetnél, de azt is külön kellett indítani, tehát akkor sem a saját safe house-omba jöttem, hanem feladat szerint.
Szóval egyelőre még várjuk az Overkill-t, hogy mit fog erre lépni, ugyanis megígérték. Remélhetőleg ez nem olyan lesz, mint amikor beígérték, hogy nem lesznek mikrotranzakciók, az mégis lett. Hát örülnék neki, hogy itt nem fordítva történt, tehát nem mondják le, hanem gondolnak azért ránk, és valami kitalálnak, hogy miért legyen érdemes minden nap lemenni oda, Safe House-ba, illetve hozzá tartozó customization itemeket is szerválni. Na, de most már tényleg elköszönök, mert megyek játszani, és még sok videót kell elkészíteni nektek. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!